Újra fogadja a betegeket a karcagi gyógyászati részleg a fürdőben. A koronavírus járvány miatt természetesen csak járóbeteg ellátás lehetséges, a Nagymedencét fürdővendégek nem látogathatják továbbra sem. Vissza, jobbat hátra, vissza. A szakorvosi beutalóval érkező, jellemzően mozgásszervi rendellenességgel küzdő betegeknek is alkalmazkodniuk kell a járványügyi előírásokhoz. András István ügyvezető televíziónkat tájékoztatta. A karcagi Akácliget fürdőben ez év januárjától újraindult a gyógyászati kezelés. A gyógyászati kezelés ez nem minden ágra vonatkozik. Itt elsősorban elmondanám, hogy a következő kezelés típusokat lehet igénybe venni. Itt a tangentor kezelés, szénsavfürdő, masszázs, víz alatti gyógytorna, súlyfürdő. Egyedül a medencefürdőt nem lehet igénybe venni, mert a fürdőnk még továbbra is zárva tart. A lázmérés, a maszk használata, a fertőtlenítőszerek használata, sőt fokozottan használjuk a fertőtlenítőszereknek az alkalmazását. Itt most azért a járvány miatt elég sok szabályt kell betartani, tehát itt azért a jogszabályokat, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a ajánlásait betartva tartjuk a kezeléseket. Hát itt gondolok ilyen, hogy a lázmérés, a maszk használata, fertőtlenítőszerek használata, sőt fokozottan használjuk a fertőtlenítőszereknek az alkalmazását. Itt a kezeléseknél viszont a kezelő személyzetnek természetesen a maszkot használni kell, a kezelendő betegeknek viszont nem, hát hiszen ez nem teszi lehetővé, mert akkor a kezelést azt akadályozná.